A Ferencvárosi Úrhölgyek Polgári Egyesületének szervezésében a Nemzeti Összetartozás napján a Bakács téren is megemlékeztek a trianoni békediktátum aláírásának 100. évfordulójáról június 4-én. Ferencváros 4 testvérvárosának polgármesterei, mivel a járvány okozta vészhelyzet miatt nem lehettek személyesen jelen az eseményen, levélben üzentek az évforduló alkalmából. Király Helmec polgármesterének, Pataki Károlynak gondolatait Zombori Miklós önkormányzati képviselő tolmácsolta. Trianonról beszélni, még Trianon 100. évfordulóján sem egyszerű feladat. Nekünk, magyaroknak, azért, mert bármennyi idő múljon is el a békedátum óta, ez mindig fájó, sajgó sebb lesz lelkünkben, nemzetünk történetében. Magyar Kanizsa polgármesterének, Felsztammer Robertnek üzenetét Gyurákovics Andrea önkormányzati képviselő adta át. Talán megszoktuk a megszokhatatlant, és elfogadtuk az elfogadhatatlant. Más módszerekkel, más eszközökkel, más úton elindulva kell gyógyírt találnunk a még mindig fájó sebekre, mint közvetlenül a békediktátum után. Nehéz küldetés, hiszen mély ellentét húzódik azok a magyarok között is, akiknek fáj Trianon, és azok között, akik szerint mi magyarok megérdemeltük ezt a történelmi sorscsapást. Babják Zoltán Beregszász polgármesterének levelét Pácskai János önkormányzati képviselő olvasta fel. Érezzük, hogy nem vagyunk egyedül, hogy nem hagytak magunkra kilátástalan helyzetben. Számunkra egy nap bizonyíték arra, hogy bármilyen politikai erő, rendszer vagy háttérhatalom próbált közénk, magyarok közé éket verni az elmúlt évszázad folyamán, nem sikerült, nem sikerülhetett. Antal Árpádnak, Sepsi Szent György polgármesterének gondolatait Kulpinszki Eleonóra osztotta meg az egybegyűltekkel. Itt élünk, itt maradtunk, itthon vagyunk azóta is. Együtt, azóta is. A mi összetartozásunk nem látszat, nem emlék, és nem is történelem. A múltból hoztuk, de nem a múlté. Amikor mi együtt vagyunk, az nem puszta fizikai közelség, hanem találkozás. Ünnep. A mi összetartozásunk fogadalom, örökhűség. A megemlékezés végén közösen meglocsolták azt a fát, amelyet a Nemzeti Összetartozás alkalmából ültettek egykor a testvérvárosokból származó földbe. Úgy épült fel a szívünk vérén sok könyvfalú, sok bánatváros.